Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Önök az Almádi magazin legújabb számát látják. Vörösberényből, a Művelődési Házból jelentkezünk, ahova mindjárt vissza is térünk, és azért mondom, hogy mindjárt visszatérünk, mert elsőként meghívom önöket Budatavára, a strandra, ahol Dél Andrással beszélgetünk méghozzá arról, hogy mennyi pénzt sikerült elnyerni, milyen fejlesztések valósulnak meg, és a strand mikor fog nyitni. Elsőként akkor most nézzük meg ezt az összeállítást. Ha jól emlékszem, valamikor igen-igen régen, május 1-e táján a strand ki szokott nyitni, aztán későbben ez picit kijebb csúszott. Én azt gondoltam, hogy most már úgy állunk itt, hogy már lehet nyitni, de úgy látom, itt óriási munkák folynak. Hát igen, nagyon jól látja, szerkesztő úr. Május 15-e volt az utóbbi, hát körülbelül 20 évbe a nyitási időpont, ami most áttolódott május 29-ére, szintén úgy, mint tavaly. Ennek egyrészt a járványügyi helyzet az oka, azt meg kell említeni, másik pedig a beruházásoknak a munkálatai, amik itt folynak jelenleg is. Ez a kisfaludi 4-es ütemtervnek a programja. Itt jelenleg most a hátunk mögött a játszótérnek az áthelyezési munkálatai folynak. Új helyre kerül játszótér, tervezők így döntöttek, hogy máshol kell, árnyas fák alatt tervezték a strand közepére. Itt a fák azért egy része kikerült innen, a homokozó is megszüntetésre kerül, füvesítés lesz, tehát a napozó rész ennyivel most itt növekszik. A másik területen pedig a játszótér lesz kialakítva. Azt mindenki tudja, hogy Almádiban több strand van. Nagyon sokan szeretik a központi nagy strandot, valaki a Káptalanfüredit, de nagyon-nagyon sok ember imádja a Budatava strandot, mondvá, hogy árnyasak a fák, egy picit csendesebb, nincs olyan zsúfoltság. Ez változott az elmúlt időszakban? Az elmúlt időszakban ez nem változott, sőt ezt a vendégek számának a növekedésében is láthattuk. Hál' Istennek a bevételünk elég szépen arányosan növekedett, sőt egy 3%-kal a strandok viszonylatában megelőzte, tehát a másik két strandot is a tavalyi évben. Na most azt tudni kell, hogy a strand tervezés alatt áll, és itt azért érdekek, hogy mondjam, vélemények ütköznek egymással. Az üzemeltető egy része, a bérlők, vendégek és én jó magam is, amellett vagyunk, ez a családias, úgymond retro hangulatát őrizze meg a Budatava strand a továbbiakban is. A retro alatt hangsúlyozom, nem a gagyit értem, tehát itt elhasználódott épületek vannak, 83-ban épültek, akkor is ideiglenes jelleggel, még a vár a községi tanács, hogy majd itt megújul a strand. 91-ben készült el az első terv, hát azóta most pont 30 év telt el, most 2017-ben ez felújításra került, ma leporolták a terveket, és megmondom őszintén, nekem annyiból nem tetszik, mert például ez a kabinsor, amit mellettünk van, például ez kikerül innen, tehát ő szét akarja húzni ezt a strandot. Bocsánat, az mit jelent, hogy kikerül innen? Megszüntetése kerül, tehát máshova helyezi oda a hátrébb a kerítés. Tehát megmarad, csak máshova kerül. Most ez ugye vita van, mert a tervező azt mondja, hogy ez túl leszűkül itt ez a tér, ő tágasabban szeretné, viszont van egy vendégek egy része, pláne amikor erős északi szélből is mégis vannak vendégek, ezt meg szeretik itt a napozási lehetőséget. Meghittebbnek tartják a vendégek, és nem beszélve a sok fáról, ami van, tehát ez árnyat ad. Régen ez probléma volt, de most mi volt UV-sugárzás, ugye elég hangsúlyosabban került. Örülnek a vendégek az árnyas fáknak, úgyhogy az más kérdés, hogy ez a kanadai nyár többsége, de mivel a természet mostanában előrébb jár, kivéve az idejévet leszámítva, így ez a pejhedzés, tehát ez a vattásodás, ami máskor júniusban szokott történni, az most április vége májusra tolódott. Most az idén viszont egy kicsit húzódik éppen az időjárás viszontagságai miatt. Ha netalán most egy látogató bejön a strandra és körülnéz, akkor lehet, hogy megijed és azt mondja, hogy atya úristen, mi van itt, ez elkészül-e május végére. Hogy látja András a lehetőségeket? Hát rá kell kapcsolni a beruházónak, mert az valóban azt úgy látom, hogy eleinte az első menetben szépen itt fölvonultak, elkezdődtek a munkátok, hogy nyilván ugye, hogy valamit építsünk, előbb bontani kell, tehát most ezeknek vagyunk a részesei, ezt a látványt tekinthetjük meg. Viszont akkor ahhoz nagyobb, hogy mondjam, kapacitással kéne a munkásoknak itt lenni, hogy május 29-ére valóban elkészüljünk. Hát, van olyan veszély, hogy nem készül el? Hát én remélem, hogy minden veszély van, de most pillanatnyilag még behozható. Annyit hozzá kell tennem, hogy itt a locsolórendszer kiépítése is fog történni, és mivel füvesítésre már nincs időnk, ugye, mert hát az legalább egy hónap kell, hogy a fű bejáratódjon. Ezért gyepszőnyeg lerakása lesz, és a strandnak a körülbelül fele nagyságú részén. Mert most az kerül most megújulásra, a strandnak a kabinsor alatti területe.
Egy picit nézzük meg, hogy tulajdonképpen mi az, ami várja az ideérkezőket. Hogyha most Andrásnak valahol kortes beszédet kéne mondania, hogy gyertek Budatavára azért, mert akkor mit lehet felsorolni? Miért jó idejönni? Hát én azt a családias hangulatot emelném ki. A parszakaszunk igaz nem nagy, de most például a felújításnál napozó ágyak kerülnek, fix napozó ágyak, mint a Versenyi strandon, azok biztos, hogy nagy tetszésnek fog örvendeni a vendégeink körében. Azt meg lehet satszolni, hogy körülbelül hány ember engedhető be? 800 fő hivatalosan. Most, amikor a pandémia van, ezzel számolnak, hogy esetleg ez változhat? Pillanatnyilag még rendelkezést nem kaptunk. Tavaly volt valóban, hogy a 10 négyzetméteren, jól emlékszem, tehát akkor be volt korlátozva, és itt a jegykezelők mérték, folyamatosan számlálták a vendégeket. Ugye az előbb beleszóltam, hogy miért érdemes idejönni, tehát mivel lehet csalogatni manapság az embereket, mert azért tegyük hozzá, hogy itt van Füszfő, Kenese, Almádiban másik két strand, Alsős, Csopakfüred, tehát mivel lehetne ide csalni? Gyertek ide, mert itt nálunk azon túl, hogy családias a hangulat, mit találnak? Mivel lehet szórakozni, mivel lehet pihenni? Hát, nehéz kérdés, mert tényleg itt nagyobb verseny van itt a strandok között. Én azt mondanám, hogy a retro hangulat megőrzése nagyon nyerő mostanában, tehát ezek a retro padok, retro asztalok, aki ezt szereti, végeredményben az ide látogathat, megtalálja. Bocsánat, hogy beleszólok, de azért, ha közben körülnézek, azt láttam, hogy elképesztően újfajta, nagyon modern megoldások vannak az éttermeknél, a presszóknál, tehát azért ez a retro hangulat megvan itt a strandon, de egyébként persze az új tulajdonosok már próbálnak a mai kor igényei szerint vadonat újat építeni. Igen, azért majd ez a kettőség az valóban észrevehető, sőt nem beszélve, ha még tovább megyünk, akkor pedig az a büfék, a bérlők által mérlet büfék, pedig nagyon felújításra szorulnak. Tehát ez viszont tényleg már a gagyi kategória. Tehát most oda jutunk, hogy már azért bérleti díjat nem szabadna szedni. Tehát olyan de bele lehet szólni, hogy a tulajdonosnak, hogy ne haragudjon, mi ezt nem tűrjük, nem akarunk ilyet, tessék már hozzátenni egy kis pénzt. Világos, hát ez az a múlik végül is, hogy a testület, tehát hogy hogyan dönt majd, ugye? Tehát hogy vagy a költségvetésből, pillanatnyilag a pályázatban, a legutóbbi pályázatban erre nem adott lehetőséget a pályázatkíró, vagy költségvetési forrásból fogjuk megújítani a büfénket. Ez eredetileg viszont innen ki fog kerülni, az ott az utcafronton lesz, hogy kifele-befele áruhasson, mint a másik strandjainkon hasonlóan. Tehát ezzel magam is egyetértek, mert ugye amikor rossz az idő, akkor hivatalosan egy belépő díjat kell szedni azért, hogy a vendég elfogyasszon egy lángost. Viszont ha kint áru, mint a hasütőde, akkor végülis ez megoldható, ez a probléma. A tavalyi esztendőben is sikerült pénzt nyerni a strandra, meg idén is. Egészen pontosan mire? Hát tavaly ugye volt ez a 35 millió forint körül összeg, idén pedig 25 millió, pontosabban ez a, igen, tavaly év végén elnyert, tehát az idejénben főhasználható. Azért ez 60 millió forint? Igen. Hát ugye akkor, hogy mondjam, ezekből a vizes blokkok megújultak, kialakítottunk egy mabaszobát, akkor a kabinsor egy része megújult, tetőcsere volt javarészt, akkor hát most ugye vannak kötelező elemek, tehát a öltözőkre is pályáztunk, most ez sokak nem tetszését váltotta ki, megmondva őszintén, hogy nincs ajtaja, nincs teteje, de ez egy ilyen kézikönyv alapján kiválasztott. Tehát jobban erre lehetett pályázni, erre volt lehetőség. Információs tábláink is vannak, arra is végül is pályázat, ez is egy ilyen formula, minden strandon, Balatonparton. Ez volt ugye a pályázatkírónak a célja, hogy egy ilyen egységet fogalmazzon meg a strandokat illetően. Hát ezen lehet vitatkozni, de ez van. Hiányzik valami, amire most András szíve szerint azonnal pályázna? Megmondom őszintén, a gyermekpancsoló megszüntetését én nem támogattam. Itt volt egy vita annak idején, hogy hogy oldjuk meg. Át akarták helyezni egy másik helyre. Erre terveztek is 9 millió forintot a pályázatba. Aztán, amikor a tényleges tervek elkészültek, kivitelezési díjak, akkor 43 millió forintban állt meg. Itt megint két lehetőség, ez meg az előző testületnél volt, két lehetőség fogalmazott be, vagy a költségvetési pénzből ezt kifizetjük, tehát hozzáteszünk a 9 millióhoz, hogy 43 összejöjjön, vagy pedig el kell ezt a pályázatot, úgy mondjam, engedni sajnos, és az utóbbi történt, tehát a 9 millió forint visszafizetése került. A fő probléma az volt, hogy itt van mellettünk ez a nagy nyárfa, ami most már több mint 60 éves, hogy a fa megmaradjon, vagy a medence. Na most én utána jártam, mondták, hogy medence és fa is megmaradhat. A feszített víztükről az ugye követelmény lett időközben, tehát ez volt a fő oka, hogy most ezen el kellett gondolkodnunk, hogy a gyermekpancsolóval mi legyen, és mivel a megoldható lett volna, tehát a jelenlegi állapotában is, hogy a
az a tartály, ugye, aminek elengedhetetlen feltétele a feszített víztükörnek, beépülésre kerüljön, és fölé egy teraszos megoldással lett volna egy ilyen élménymedence, olyan 15-20 millió forint közötti költségbe, de a testület, az akkori testület inkább úgy döntött, hogy elengedi ezt a pályázatot. Nem örültem, hiányzik az ott. András nem engedte el, úgy látom. Szeretik, ugye javarészt egy családos vendégek látogatják, sok kis apró gyerekkel, és ez egy élmény volt itt a gyerekeknek. A Balaton mellett ugye, hogy volt egy ilyen medence, ami ugye tisztán volt tartva, tehát azért ott a higiéniai feltételeknek meg kellett felelni. Ugye, amikor bejön valaki, akkor nem igazán lehet megkérdezni, hogy honnan érkezett. Az almádi arcokat ismerik, a környékbelieket talán már ismerik, de azt lehet sejteni egyébként, hogy azért honnan érkezik a látogatók nagy része, vagy a helyiek inkább? A helyiek főleg itt a budatavai részben, és valószínűleg a vendégszám növekedésében az számít bele, hogy a lakó parkok növekedtek. Itt kialakult itt a Diós lakópark is, az észrevetően megnyomta a bérleteseknek a számát. A napi egyeseknek a része szintén itt a környékbeliek, de a Veszprém az egy fő. Tehát jófóban én azt kell mondanom, a kedves veszprémi vendégeknek a jelenléte az döntő. Azt lehet nagyjából tudni, hogy ki az, aki inkább a nagy strandot, a Veselényi strandot választja, a másik inkább Káptalanra megy, így eloszlik valahogy? Hát valóban, hogy most itt kategorizáljuk, akkor lehet megállapítani, hogy a Veselényi strandon általában a fiataloknak a kedvenc strandhelye, a lakosság több része is oda jár, a fiatal korosztály átjönnek máshonnan is. A Kátonyfrédi strand inkább a ilyen nyaralósok, a táborosok teszik ki. A Budatava strandot meg mondhatnám, hogy a kiscsaládosok és az idősebb korosztály is kedveli. Épp a nyugalom miatt végül is, mert amikor csúcsszezon van, akkor a hétvégeken eléggé jelentős itt is a forgalom. András, emlékszik arra, amikor a Veselényi strandon szólt a zene, hallgattuk az obledi-obledát, senkit nem zavart, mindenki el volt, elképesztő volt a hangulat, most már talán már ez sem lehet megtenni, néha-néha lehet hallani, hogy kérem, vigyázzanak a stégeknél, vagy éppenséggel keresnek valakit, de már nagyon visszafogott dolog ez. Igen. Gondolom, a szerzőjogvédelmi hivatalnak, ugye Artisziusnak fizetni kell. Érdekes. Meg a pihenés miatt, Igen, pihenés miatt, hogy más lett valóban. Meg kell említeni, a Gyurgyevi Sanyi bácsi örök életű bemondó volt évtizedeken át a Veselényi strandon, az a kellemes orgánum, hát az magáért beszélt, úgyhogy valóban ezt szerették. Mindenféle információ, magyarul, németül főleg, ugye. Itt nincsen ilyen. Itt tulajdonképpen, annyi van, hogy a harangszót beszoktuk játszani, ez közkedvelt azért. Hogy tudják, hogy éppen dél van? Igen, szeretik, igen, a vendégek. Néha-néha hírek, időjárás jelentés azért, de módjában, mert valóban nem szeretik a vendégek nyugalomra, a zene pedig teljesen kizárt, mert az nem jött be. Tehát az itt a Budatavastan valóban a nyugalmat szeretik, főleg az idősebb korosztály. András, ugye, ha jól tudom, akkor 2004 óta van itt, 17 éve. Azért 17 év alatt sok mindent meg lehet élni egy strandon. Azt látja egyébként, hogy nagyon megyünk előre, és minden szépül, minden jobb lesz, vagy azért elég nehéz ez? Azt látom, de azért össze kell hasonlítva más strandokkal, még mindig lemaradásban van a Budatava strand, tehát azért az a nagy felújítás, ami várat magára, az remélem minél hamarabb el fog jönni, viszont az le kell ülnünk azért a testület, a tervezőkkel, mert azért nekik is más elképzelése van, úgy tudom azért, másoknak is, tehát ebből ki kell alakítani egy szép, korszerű, retro hangulatú strandot, én azért azt nem engedném el, mert annak szerintem most a retro hangulat a minden rádiótól kezdve, filmeknél, divatba. Ezt nem véletlenül hoztam elő egyébként, mert olvasom a közösségi médiában, hogy András, hogy teszi fel a képeket, hogy most ilyen munka van, most olyan munka van, és valaki odaírta, hogy András, nem izgulunk, ha mert hogy ismerjük a munkádat, ha te ott vagy, akkor úgy érezzük, hogy minden jó kézben van. Azért ez egy jó dolog, hogy ezt mondják az emberek. Hát köszönöm szépen, igen, ez nagyon jól esik. Hát nyilván vannak azért akadályok, ugye, ezen kell túlesni. Úgy veszik, akkor én 85 óta itt voltam kisebb megszakításokkal, és tényleg sok mindent átért az ember. 1987. júliusát említeném, amikor legtöbben voltak ezen a strandon, a bejárat, be kell zárni fél egykor a strandot, egyszerűen megtelt táblát ki kellett rakni, mert annyi van. Ugye kelet-német, nyugat-német találkozások javarészt akkor volt. Most is meg lehetne ezt tenni? Vagy jó lenne, hogyha ez lenne? Hát valóban jó lenne. A hátsó rész azért nem telik meg, tehát azért közel sincsenek. Annyi, mint 35-6 évvel ezelőtt, úgyhogy ez. De azért szépen vagyunk.
Most ugye azt mondják, hogy az emberek nagyon ki vannak éhezve a nyári szórakozásra, kikapcsolódásra. Nagyon sok szakember szerint a turizmus igen meglódul. Tudják majd személyzettel, egyéb szolgáltatással bírni, hogyha így lesz, ha lesz ilyen roham? Hát a személyzettel azért azt kell mondani, hogy nincsen probléma, tehát ez együttműködő a hivatal, azért megvan a megfelelő személyzet, mindenhol tudjuk fogadni a vendégeket, most kialakult. Korábban voltak ilyen problémák, de most mióta az önkormányzat üzemeteti, nyugodt lélekkel mondhatom, hogy ez a személyzet elegendő lesz és várja a kedves vendégeket. Tehát ha jól értem, akkor ha összegezzük, azt mondhatjuk, hogy a tervek szerint május 29-ére itt minden elkészül. Jöhetnek a vendégek, és minél többen jöjjenek. Hát természetesen mi azon vagyunk, hogy örömmel várjuk május 29-én 8 óra 30 perckor a pénztárnál a első kedves vendégeket. Aha. És meddig lesznek nyitva este? Este 19 óráig vagyunk nyitva, utána saját felelősségre 24 óráig tartózkodhatnak benne a strandon, majd pedig reggel 8:30-kor van nyitás, és annyi van a változás a másik strandhoz képest, hogy mi a hajnali úszókat 7 órától beengedjük. Tehát, mert hogy ilyenek is vannak. Ilyenek is vannak, engedtünk ennek a nyomásnak, ez ilyen, hogy mondjam, saját szakára, de én bevállalom. Tehát jobban kezelhető a probléma, tehát nem élnek vissza ezzel. Véletesek jönnek és egyet csobbannak. Amikor valaki ennyi ideig itt dolgozik, akkor azt szokták mondani, hogy hát szép a Balaton, látom innen, de nincs idő arra, hogy fürödjek benne. András, mikor volt utoljára strandon? Tudom, most persze még nem az a strandidő van, de egyébként volt ideje menni, úszni és strandolni? Hát én megmondom, hogy egy napi 4 órás csobbanás mindig megengedek magamnak. Ezt Isten nyugosztan, Nagy Feri kollégám is mondta, hogy muszáj, mert különben, hát ő nem tett ennek eleget, szívinfarktusban meghalt. Durva, de most ott a strandon halt meg, tehát jóformán. Tehát a napi gőzt ki kell engedni valahogy, és egy negyed órás csobbanás, vagy a reggeli órákban, vagy később mindenképpen szakítsunk rá, és ezt ajánlom más kollégáknak is, mert ez így, ez egy tökéletes gyógyszer. Csak egy utolsó gyors, fontos kérdés. Azt hallottam, hogy volt már, aki a Balatonban fürdött idén. Így van, meg szeretném Nagy Boldi Zsár, a Boldi bácsit, meg szeretném említeni, ő napi vendég, tehát most, ha később érkeztek volna a szerkesztő úrék, találkoznak vele, olyan 11 óra tájban szokott lejönni, ő folyamatosan, tehát nulla foktól már, amíg nincs mennyi befagyva. Most a vízfok körülbelül? 13 fok most jelenleg, itt a reggeli mérés. Kellemes igen. Fürdőidő. Igen. A budatavalyi strand után akkor most ismét visszatértünk ide Vörösberénybe, a művelődési házba. Hát jó nagy teremben vagyunk, lehet egy picikét visszhangos is, hiszen most kevés ember van itt, csak a stáb, illetve mellettem egy nagyon kedves barátunk, Lencse Sándor, de hamarosan, természetesen ez a terem ismét élettel telik meg, és akkor igazán nagyszerű hangokat tudunk majd önöknek közvetíteni, meg hát természetesen megmutatjuk ismét, mire is képes a Berényi Nyugdíjas Klub. Egy biztos, hogy igazi, hangulatos, nagyszerű események várnak mindenkire. És én nagyon szépen köszönöm, Sándor, hogy eljöttél, tiszteltel köszöntöm beszélgető társamat, Lencse Sándort, a Nyugdíjas Klub elnökét. Sanyi, jól vagytok? Köszönöm szépen kérdésed, bajokat, problémákat leszámítva. Jól vagyunk, de nagyon-nagyon várjuk a találkozást, az újra együttlétet, a régi életet. Mikor volt, emlékszel, mikor volt utoljára az, hogy a csapat együtt volt? Igen, hát amikor a vírus mielőtt elkezdődött volna, mielőtt vészhelyzetet jelentett volna be a kormány, március 11-én találkoztunk utoljára. Ebben az esztendőben, vagy tavaly? Nem, tavaly, 2020-ban, és a doktornőt, a háziorvosunkat vártuk egy előadásra, de ő, mivel megfertőződött, nem jött el nyugdíjasaink közé, pedig itt voltunk, vagy 60-70-en. Ez volt az utolsó hónap, Sanyi. Előtti. 14 hónap. Bizony, de azóta volt még egy találkozásunk, mikor a nyáron egy kicsit szünetelt a vírus, akkor úgy gondoltuk, hogy összejövünk egyszer, mégpedig augusztus 19-én itt ebben a teremben voltunk, vagy 100-120-an, senki nem fertőződött meg akkor, és nagyon jól éreztük magunkat. Egy kibeszélgető són voltunk igazából. Sanyi, mennyi a mostani létszám? Mostani létszám, hát már ez sajnos csökkent, 150-en voltunk. 150-en voltunk, és majd utána találkoztunk még, tehát augusztus 19-e után,
szeptember 11-én, ugyanakkor már nem klubkeretben, hanem akkor rendeztük meg Balatonalmádiban az első folklor fesztivált, amelyre körülbelül 200-250 személy jött el, fellépőkkel együtt. A rendezvényünk fővédnöke dr. Konrád Károly államtitkár úr volt, aki szerette volna, hogyha lemondjuk ezt a rendezvényt. Túl bátrak voltatok, nem? Bátrak voltunk, de győztünk. Senki, hála Isten, nem fertőződött meg. És nagyszerűen sikerült a rendezvény. Olyannyira jól, hogy azt hallom, hogy egyébként tervezitek a folytatását. Így van, hagyományt szeretnénk belőle csinálni, mégpedig ebben az évben is megrendezzük augusztus 22-én a Magtár melletti szabadtéri színpadon, amire minden almárit, nyaralót szeretettel vár. Sanyi, az előbb elkezdted mondani, hogy 150-en vagyunk, de hát sajnos a Covid és más betegségek miatt a létszám csökkent. Én azért emlékszem arra, hogy itt mindig volt egy lista, egy ilyen 40-50, talán 60 fős lista is, mind arra vártak, hogy valahogyan bekerülhessenek ide, de te mindig azt mondtad, hogy van egy limit. Nem megyünk föléje, ennyi. És elég furcsa, de ha valaki elköltözik más településre, vagy a Jóisten magához szólítja, akkor jöhet egy új ember. Most is gondolom így van, nem? Hogy ott állnak, sorban állnak, és jönni akarnak, nem? Sajnos így van, és 67-en várakoznak most. Miért nem engedett be őket? Mi az oka? Nem tudjuk leültetni őket. Kicsi a terem. Kinőttük ezt a művelődési házat. 150-et elég szorosan lehet itt elhelyezni ahhoz, hogy kényelmesen megvacsorázhassunk, éljük az életünket. Bocsáss meg, tegyük hozzá, hogy akkor ez azt jelenti, hogy a rendezvényeitekre nem egyszerűen csak ott van papíron, hogy 150-en vagyunk, hanem el is jönnek. Annyian nem vagyunk, általában 140, egy-egy karácsonyi műsornál, egy nőnapnál, ilyen körül 140-145, tehát jönnek. De sajnos ebben az évben kevesebben leszünk. 5 fő távozott tőlünk, 2 a Covid-ban hunyt el, másik 3 pedig betegségben. Rájuk fogunk majd emlékezni az első összejövetelen, és nagyon-nagyon hiányoznak. Azért, ahogy én ismerlek téged, neked mindig ott vannak a fejedben a tervek. Biztos, hogy most is vannak, hogy ha majd a Jóisten megengedi, és visszatérhetünk a régi kerékvágásba, és ismét lehet rendezvényeket szervezni, még akkor is, hogyha esetleg az első időszakban még nehezebben ismerjük fel egymást, mert rajtunk lesz a maszk. De miket tervezel, mit lehet megvalósítani? Hát egy kicsit azért visszatérnék oda, hogy nem hagytuk magukra a nyugdíjasokat, hanem karácsony előtt szerkesztettünk, vagy csináltunk egy szeretethidat, ami azt jelentette, hogy akinek e-mail címe volt, azokkal felvettem a kapcsolatot, és mindig egy kör e-mailben az előző események videóklipjeit elküldtem, kicsit nosztalgiáztunk, így meg tudtuk nézni a 2019-es karácsonyt, a 2019-es adventi vásárt, sőt, a 2020-as pótszilvesztert. Aztán... Vagy éppen a korábbi zágrábi vásárt. Azt is nézhettük, így van, igen. Így van, az is parandom volt. És így tartottuk a kapcsolatot. Ezt kihasználták jó páran, és szintén elküldték üdvözleteiket egymásnak. Ez jó volt ez a kapcsolat, és ma is él, és nem is olyan régen, húsvét után újra jelentkeztem, amiben sajnos a szomorú hírt is el kellett mondani, hogy 5 fő távozott tőlünk, és beszéltem, illetve írtam a terveinkről, mert valahol úgy gondolom, hogy már látjuk az alagút végét, látjuk a fényt, és talán újra találkozhatunk, újra együtt lehetünk. És miket mersz betervezni? Hát mindenképpen jó lenne egy júniusi közös találkozó, ahol nem hívnánk vendéget. Jól senki. Értem, június 6-án. Június vége fele, igen. Nincs az túl közel? Hát most már azért oldják. Hát gondolom, hogy mindenki be lett oltva már lassan. Hát bízunk benne, hogy ez így lesz, hiszen május 30-án úgy tudom,
Almádi város is tervez egy nyitást a Szoborparkban, mire meghívtak bennünket is egy főzőversenyre, sőt, nekünk van két művészeti csoportunk, meghívták a Ringató Balaton néptánc csoportot is fellépésre, valamint a borostyán népdalkörünket. Akik szegények, gondolom, nem igen tudtak próbálni. Nem, de volt online próba is. Online tévben. Mindenki otthon táncolt és énekelt. Aki tudott, bekapcsolódott, de most már a héten elkezdődnek a próbák. Pannonia engedélyezte, hogy akinek van védettségi igazolványa, azok bent próbálhatnak. Hát akinek nincs, akkor a csoport kint próbál, így az énektarosok valószínű egyelőre még kint próbálnak, de a táncosoknál úgy tudom, majdnem mindenkinek megvan a védettségi igazolványa, tehát ők valószínű, hogy már a teremben. Ez azt jelenti, hogy gondolom te azért biztatod őket, hogy oltassák be magukat, mert különben nehéz lesz együttműködni. Így van, én örülnék neki, ha mindenki beoltatná magát, és mindenki megszerezni ezt a védettségi igazolványt, hisz sok minden ehhez kötött, gondolom a kirándulások, a teremben való együttlét és egyéb. Bizonyára azért akad, aki még nem oltatta be magát. És a maszk az marad egyébként az összejöveteleken? Nem tudom, hogy hogyan alakul. Betartjuk mindig a szabályokat. Ha a maszkba, akkor maszkba találkozunk. Legfeljebb lehúzzuk, amikor éppen vacsorázunk. Sanyikám, egyébként amikor így nem tudtok találkozni, akkor azért van információtok arról, hogy a nyugdíjas klub tagjai mit és hogyan élnek, meg milyenek a mindennapjaik, ki az, aki esetleg magában él, de arra szorul, hogy segítsen neki valaki. Tehát tudtok ezzel is foglalkozni? Mindenről tudunk, én legalábbis tudok. Fel is hívom őket telefonon, akiknek nincs e-mail címük, meg ők is hívnak engem elég sűrűn, és ez nagyon jó leső érzés, megható, hogy nem felejtik el egymást, nem felejtenek el engem sem. Számíthattok egyébként, számíthattok az önkormányzat segítségére is? Számíthatunk, remélem, hogy számíthatunk továbbra is az önkormányzat. Ha bár anyagi támogatás nem valószínű, hogy kapunk, hiszen az önkormányzatnak is kevés pénze van. Éppen ezért adtam be pályázatot, három pályázatot is beadtam. Bízunk benne, hogy nyerni fogunk. Hát azt szeretnénk, hogyha ugye a Csóri Alapítványon, amire csak a művészeti csoportoknak nyújthatunk be pályázatot, mindkét csoportunk nyer, és meg tudjuk ebből csinálni a bizonyos folklórfesztivált, amit az előbb említettem, augusztus 22-ére tervezünk. De előtte még valószínű, hogy egy közös kirándulásra is sor kerülhet. Szeretnénk egy évad záró partit is csinálni, bár nem csináltuk végig az évet. Lesz séta is? Mert ugye ti beneveztetek annak idején. Bizony, és sajnos elmaradtak ezek a versenyek, elmaradtak a gyalogtúrák. Most már ezt is lehet valószínű. Én magam minden nap gyalogolok egy 5-6 kilométert, ami úgy érzem, hogy az egészségemnek jót tesz. Sokan vannak, akik szintén ezt teszik. Sőt, van állítólag egy kisebb csoport, amelyik külön túrát szervez. Hát mi is szeretnénk az évszakon kinti túráinkat megtartani majd, ha lehet. Aztán a legelső túránk az valószínű, hogy október 6-án lesz. Ekkor lesz az országos verseny, gyalogtúra, amelyiken ugye mi már nyertünk, négyszer voltunk dobogósak, kétszer első helyezettek, egyszer második, és egyszer egy harmadik helyet szereztünk. Ez is a programunkban van, ez a program. Hallottam egyébként, hogy várhatóan jönnek a Párkányiak is. Igen, most kaptam egy levelet Párkány klub elnökétől, Magdától. Én hívtam őket, és kértem, hogy jelentkezzenek. Sajnos az ő csoportjukban is 10 fő távozott, 2 fő ott is a vírus miatt. De nagyon szeretnének velünk már találkozni. Szintén augusztusra terveztem, hogyha ők is tudnak jönni, akkor augusztusban Magdánál fogadnánk őket. Aztán együtt mennénk egy kirándulásra, akár Herendre, vagy Pápa jöhet szóba.
majd meglátjuk. Én emlékszem még egy közös születi szőlőtaposásra is. Az viszont a erdélyekkel volt, tusnádfürdői néptáncosainkkal. Ebből lehet valami ebből? Igen, hát a kapcsolat megvan a két csoport között is élő, és bízunk benne, hogy majd rendezvényeinkre a tusnádfürdői táncosokat is vendégül láthatjuk. Csiófokra végtartozunk egy látogatással, ők voltak nálunk utoljára, oda is szeretnénk még az idén nyáron valamikor eljutni, ahogy ők szeretnék. Hát Jánosi Gábor és a csapat azt hiszem, hogy örülne ennek, hát, hogyha létrejönne. Igen, Gábor meg a csapat is örülne, hogyha mennénk, bár Gábor közölte velem, hogy már nem tudja továbbvinni az elnöki teendőket, ő lemondott az elnöki teendőkről más elfoglaltsága miatt, meg egészségi állapotára hivatkozott. Sajnálom, de a kapcsolatunk a régi marad. Sanyi, ahhoz, hogy ezt a sok programot meg lehessen valósítani, hát ugye kell egy nagyszerű ember, aki ezt megszervezi, ezt már tudjuk, hogy itt vagy, ezt hála Istennek, ez nem kérdés, hogy kire kell bízni, de azért általában kell ehhez pénz is. Tudom, hogy a csapat mindig teszi hozzá a kis saját önrészét, de egyébként honnan tudtok pénzt szerezni? Hát, néha kell. Jól gazdálkodunk. Van egy nagyon jó pénztárosunk, gazdaságvezetőnk, Gocsarni Éva, aki csinálja és nagyon precízen a munkát, de jól gazdálkodunk, és megfogjuk a pénzt. Tudtuk azt, hogy lesz, amikor szükség lesz rá, és ezért nem lehet szétosztani, és nem lehet pazarolni a pénzt. Megfogtuk. Így éppen most, amikor nem tud az önkormányzat támogatást adni, mi meg tudjuk oldani klubból, hogy a kirándulás párat támogatunk, segítünk. Aztán jó emberek vannak, nagyon sokan, akik szponzorálnak bennünket. Többek között Márkus Feri tavaly előtt, mikor 100 000 forintot ajánlott fel a klubunknak, de így volt a német Antal is, hát aki szegény tudja, hogy mit sikerül nyerni a pályázaton. Hát ugye? A pályázaton, de a pályázatnál más célra kell használnunk, de ilyen volt német Tóni barátunk, aki sajnos nemrég hunyt el, ő mindig támogatott bennünket, meg jó páran vannak, akik segítenek. Mindig lesznek jó emberek, akik azt mondják, hogy egy ilyen jó nemes célra adnak. Én úgy látom, hogy ez a jó közösség, amely kialakult évekkel ezelőtt, ez azért, hogyha az a vírus helyzet engedés ismét összejön, akkor ő megint olyan csodákra képes, a csapat olyan csodákra képes, hogy ennek híre megy. Én ehhez nektek sok erőt és kitartást kívánok. Köszönöm szépen, és bízom abban, hogy az összefogás még erősebb lesz ennyi kihagyás után, sőt a szeretet is egymás iránt. Feltétlen szükség van rá, hiszen ez visz bennünket előbbre, és ez éltet bennünket. Éltessen sokáig. Köszönöm szépen. Köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, az előző percekben a Vörös Berényi Nyugdíjas Klub elnökével, Lencse Sándorral beszélgettünk. Én gyanítom, hogy a következő időszakban még számtalanszor találkozunk, hiszen ha visszagondolok az elmúlt évekre, azt kell mondjam, hogy a legizgalmasabb, legérdekesebb programok között mindig itt találtuk meg azt, amit be kellett mutatni, és remélem most is így lesz. Kedves nézőink, a mostani Almádi magazin végén én bízom benne, hogy hasznos információkat szereztek, egyrészt a budatavalyi stranddal kapcsolatban, a nyárral kapcsolatban, a nyugdíjasokról. Tartsanak legközelebb is velünk. Mint tudják, az Almádi magazint egyébként a régi időköz hasonlóan mindig szombaton este 19 órától megismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, legyen további szép estéjük, viszontlátásra!